Nagy örömmel tölt el mindenkit, hogy a Bátaszéki Tűzoltó Egyesület hatalmas mértékben fejlődött ebben az évben. Itt a Bátaszéki Önkormányzat most már 2006 óta működik. Ez indokolttá tette az autópályának a működése, meg egyéb veszélyes üzemek miatt létre kellett idehozni egy olyan tűzoltóságot, ami gyorsan, hatékonyan be tudnak avatkozni. Most jelenleg 10 fő főállásúval dolgozunk, meg 10 fő egyéb foglalkoztatású. Ez azt jelenti, hogy ők, nekik van egy másik munkahelyük, valahol tűzoltók, mentősök, tehát így erősítik a mi munkánkat, tehát így színesebb is teszik, nagy segítséget nyújtanak a munkánkhoz. Tavalyi évben már elkezdődtek itt a laktanyában felújítások, ez megtörtént a kazánháznak a korszerűsítésével. Tavaly volt 140 éves a helyi önkéntes tűzoltóság, akkor kívülről a homlokzatot festettük, és most elkezdtük a belső felújításokat is elvégezni. Idén, amit beterveztünk, sikerült megvalósítanunk a vizes blokknak a felújítását, ami eddig az ilyen 70-es éves retrót idézett, úgyhogy megszépült, megújult, hogy tényleg egy otthonosabb környezetbe tudjanak a tűzoltóink itt tölteni ezt a 24 órát, mert nálunk egy 24 órás készenléti szolgálatot látnak el. Tehát próbáljuk a körülményeiket komfortosabbá tenni. Igen, sikeresen már, még közeledünk az év végéhez, de már sikeresen zárhatjuk az évet, mondhatjuk, mert pályázati forrásokból a BMÖKF-en keresztül most jelenleg új légzőkészülékek kerültek beszerzésre. Ebben még partnerünk volt a Mecsek Autópálya ZRT, akikkel nagyon szoros kapcsolatban állunk, rendszeres gyakorlatokkal, egyebekkel egymás munkáját segítjük, és ők így támogattak minket, hogy ők is hozzájártak ahhoz, hogy modern új légzőkészülékeink legyenek, mert régiek sajnos elavultak, és a felújításuk már nagyon nagy összegű lett volna, és így egyszerű volt az új készülékek beszerzése. Ez nagy része pályázati forrásból volt. Ezen kívül beszerzésre kerültek most kézi szerszámok, ezek akkumulátoros kis szerszámok, amivel kisebb helyeken is tudunk dolgozni. Továbbá új védőruházatok kerültek beszerzésre. Ezek is már komfortos, a mai kornak megfelelő modern viseletet adnak, kényelmesen tudnak a kollégáim benne dolgozni, és ugyanúgy ebben műszaki és tűzoltási feladatokat el tudnak látni. Továbbá beszerzésre került még egy elektromos láncfűrész is, ami eddig nekünk nem volt. Próbálunk egy kicsikét az elektromos eszközök felé is nyitni, mert vannak olyan helyzetek, amikor egyhogy ezek halkabb a működést is biztosítanak, meg belső térbe is akár lehet használni, tehát amúgy mint a robbanos motoros társaikat. Ezek nagy részben megkönnyítik a munkánkat, sokkal egyszerűbb és hatékonyabb beavatkozást tudunk végezni, és ezeknek a oktatásai meg a képzései folyamatosak, de többnyire a nap nagy részeit szolgálatban nem csak azzal telik, hogy itt vagyunk, hanem oktatásokkal telik, van egy rendszeres oktatási tematikánk, és ez alapján minden nap az oktatási terembe átveszük ezeket az anyagokat, és akkor a nap később folyamán gyakorlatban is átismételjük ezeket. Pályázati forrás most megvalósult a híradópultnak is a felújítása. Ez egy GVR rendszer, ami azt jelenti, hogy mikor pajzs riasztáson keresztül, mikor megérkezik hozzánk a riasztás, akkor egy automata rendszer hangjelzés alapján jelzi a kollégáinknak, hogy káresemény érkezett, hogy minél meg tudják kezdeni a vonulást. Ez az automata rendszer automatikusan fölkapcsolja a laktanyába a világításokat, és nyitja a garázskaput, szertárkaput, és a kollégák megkezdhetik a vonulást. A Bátaszékváros önkormányzata számára nagyon fontos, hogy Bátaszéken működés több település ellátását is végző önkormányzati tűzoltóság az jól működjön. Ez központi költségvetési támogatás is érkezik az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, illetve a települések is adnak támogatást, ebből tudjuk a működtetést biztosítani. Ennek van egy része, ami kimondottan az üzemszerű működésre szükséges, de hát ebből a költségvetési forrásból próbáljuk az eszközöket is egy részben pótolni, de ez nem elegendő. Ezért nagyon-nagyon örülünk azoknak a lehetőségeknek, amelyek pályázaton keresztül
megadják és megteremtik azt a helyzetet, hogy eszközökre tudjunk pályázatot benyújtani. A tűzoltóság szakmai vezetése átgondoltan nyújtja be ezeket a pályázatokat, hiszen nagyon jól együtt tud működni az önkormányzati tűzoltóság és a Bátaszéki Tűzoltó Egyesület, mint civil szervezet. Így mindig megtaláljuk azt a lehetőséget, hogy hol az önkormányzati tűzoltóság, hol az önkéntes tűzoltó egyesület jut hozzá azokhoz a forrásokhoz, amelyekből eszközöket tudunk beszerezni. Számunkra, Bátaszék város számára és a környékbeli települések számára nagyon-nagyon fontos, hogy ez a tűzoltóság jól tudjon működni az elkövetkezendő időszakban is.